a Hévízi Szent Lukács Idősek Otthona és a Tét Alapítvány közös programjában olyan útkeresés előtt álló fiatalokat várnak, akik egy mentorprogram keretében szívesen kipróbálnák magukat az őket érdeklő bármely szakterületen. Az önkéntes programba 18 és 22 éves kor közötti fiatalok jelentkezését várják, akik jelenleg nem rendelkeznek aktív tanulói státusszal. A Szent Lukács Idősek Otthona és a Tét Alapítvány idén egy új projektet indított meg. A projekt során 18-22 év közötti fiatalokat várunk, akik útkeresés előtt állnak. A projektben lehetőségük nyílik különböző szakmákat megismerni, illetve az önkénteskedés területén dolgozni egy picit. 6 hónapra és 1 éves időtartamba tudnak becsatlakozni hozzánk, és természetesen az ő részvételükkel ők is kapnak valamit tőlünk. Aki 6 hónapra csatlakozik be, ők egy 90 órás angol nyelvtanfolyamon vehetnek részt, aki 1 évre érkezik, ők pedig 180 órás nyelvtanfolyamon vehetnek részt, illetve jogosítvány megszerzése is lehetőségükre szolgál. A szerződés időtartama alatt társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkeznek a fiatalok, önkéntes szerződéssel. A projekt során arra próbáljuk meg ösztönözni a fiatalokat, hogy a választott területet megismerjék, ezért minden fiatal kap egy mentort, aki személyes, teljesen személyre szabott segítséget nyújt nekik. Megismerhetik elméletben és gyakorlatban is a választott szakterületet, akár egészségügy, akár szociális területről legyen szó, akár az oktatás, tehát hogyha a fiatal kitalálja, hogy mit szeretne az életbe kezdeni magával, azon segítenek a kollégák. A projekt az minden héten 5 napot vesz igénybe hétfőtől péntekig, és naponta 6 óra időtartalmot tölt el. Természetesen ebbe az oktatási idő is beletartozik. A projektbe 18 és 22 év közötti fiatalokat várunk, akik befejezett középiskolai tanulmánnyal rendelkeznek, elsősorban Keszthely és Hévíz környékéről, és hát felhívjuk a figyelmet a szülőknek, nagyszülőknek is, hogyha olyan fiatal van a környezetükben, akiket ez érdekelhet, akkor nyugodtan ajánlják. Jelentkezni és érdeklődni a Szent Lukács Idősek Otthonában, e-mailben és telefonon is lehet.